Kedves közönség, egy moldvai asszony történetét szeretném elmondani önöknek. Egy asszony, két vétkecskéje. Én az uramot soha nem szerettem. Nem akartam hezza menni, de ők erős gazdagok voltak, és mű erős szegények. Édesanyám még örökké mondták, eregy hezza, lesz sok fődetek, lesznek marháitok és lesz sok szép gunyád, és nem kell menj szolgálni. Ugye melyen a fiatal? Hallgat a szüleire. Hát én es, hallgattam a szüleimre, elmentem az emberem után, de higgyék meg, egész életembe egy jó órám nem volt mellette. Mikor az én emberem jött be a házba, én örökkédig úgy érzettem, mintha egy nagy homály ereszkedett volna rejám. És mikor ment el, akkor nekem jött fel az áldott nap. Három esztendejeimán asszon voltam, és nem született gyermekünk. De nem volt gyermekik a sógorasszonkáimnak se. Egyébként erőst jól voltunk, akkor a házuk volt a falu közepi, nem ezt tudom, volt-e még valakinek akkora. Vasárnaponként, mikor mentünk a templomba a sógorasszonkáimval, olyan szépen felöltözöttünk, anyok voltunk, mindegy egy, lak. Hát, irigykedtek es reánk a faluba az asszonyok. És egyszer nekem a filembe jutott, nem es emlegetnek működt egyébként, csak a Simon Ferenc Józsi östermenyeinek. A meddőknek mondották azt nálunk, hogy österek, és azt tartották, hogy akinek nem adott gyermeket az Isten, annak biza valami nagyon-nagyon erős nagy bűnje van. És hát, mikor én ezt meghallottam, nekem olyan volt, mintha a szüvembe egy kést vágtak volna. Feltettem én magamba, na hagyjátok csak el, nem leszek én a Simon Ferenc Józsi östermenye. Volt nekünk egy ügyes kicsi komacskánk, az asszonyával is jól voltunk. Jártunk egymás életjébe, mi soha egy pohárka pálinkát egymás nélkül meg nem ittunk. Egy nap az uram elment fuvarba, és a komacskám oda történjedett nálunk. Mondom neki, ne édes komám uram, csufolkodnak vélünk a faluba az asszonyok. Azt beszélik, hogy österek vagyunk, pedig az embereink magtalanyok. Édes komám uram, az Isten megfizeti. Segéljen meg. És akkor a komacskám megsegélt engemet. Ezután született a fiacskám Józsi. Anyósomék úgy örventek, akkor a keresztelőt csináltak, mint valami lakadalom. Az emberem az örömiben nem tudta esze-fogni a száját. Ment végig a falus, minden kaputetein bérikoltott, hogy neki fia van, s neki fia van. Hát, örventünk erőst. Tőt az üdő, és egyszer csak én esent hallom, hogy zuhatolnak a faluba az asszonyok. Azt mondják, hogy nem az emberemé a gyermek. Gondoltam én magamban, a hagyjátok csak el. És egyszerke esent úgy történyedett, hogy a komacskámval kettecskén maradtunk, és akkor megpanaszkodtam neki. Ne édes komám uram, zuhatolnak a faluba az asszonyok, és azt mondják, hogy nem az emberem a gyermek. Édes komám uram, az Isten megfizeti, segéljen meg. És akkor a komacskám esent megsegélt, ezután született a leján kacskám, Anna. Hallják-e? A gyermekeket mi erős szépen felnöveltük az uramval. Kiesadtuk őköt az életből, s nem volt soha semmi baj. Csak most, hogy ilyen öreg lettem, gyakracskán eszembe jut, hogy vajon ha meghalok, a jó Isten a jobbja felől veszene. Mert én egyébként erős jó Isten félő voltam, én soha az igazutról le nem tértem, éppen csak ez a két vétkecském volt egész életembe. Erős bizom a jó Isten irgalmába, mert most csak számítsák meg, az én két vétkecskémből hány lélek dicsiri a jó Istent? Józsimnak lett nyolc gyermeke, Annámnak lett hat gyermekes, és azoknak es és a gyermekeik. Úgyhogy erős bízom, hogy béveszen ingemet a Jóisten a szép szent országjába. De azért higgyék meg, ezen a földi világon a legnagyobb dolog a szerelem. Ha nincsen társad, vagy szeretetlen társval kell élj, olyan, mintha örökké homályba vonál. De ha van kit szeres, s szeretnek, magad virág vagy, s örökké sütre áld a nap.